Tovább gyűrűzik a Joe Biden fia Hunter Biden körüli botrány. Mark Zuckerberg ugyanis a napokban egy interjúban elismerte, hogy az FBI figyelmeztette őket, ezért korlátozták Biden fiának laptop botrányát az amerikai választások előtt. A demokraták és Joe Biden számára kellemetlen hír így sokkal kevesebb felhasználónál jelent meg. A Facebook vezér azt is kénytelen volt elismerni, hogy a Twitteren és a Facebookon letiltott álhírnek bélyegzett sztori teljes egészében Zuckerberg kitálalt az FBI kérésére korlátozta a Facebook Hunter Biden laptop botrányát. Erről írt pénteken a Mandiner. A lap egy podcast műsort idéz, amelyben a Facebook vezér adott interjút csütörtökön. Mark Zuckerberg a beszélgetés közben bevallja, az FBI nem sokkal azelőtt figyelmeztette a közösségi média óriást, hogy Joe Biden fiának botránya kiszivárgott. Az FBI lényegében felvette a kapcsolatot néhány emberrel a csapatunkból, és azt mondták, hé, csak hogy tudjátok, legyetek résen, úgy tudjuk, hogy volt egy csomó orosz propaganda a 2016-os választáson, és jön valami kis szóval legyetek résen, fogalmazott a műsorban Mark Zuckerberg. Majd arról is beszélt, hogy ezután a Facebook belenyúlt az algoritmusokba, és elérte, hogy a 2016-os választási kampányban a Biden fiú ügyei ne nagyon jelenjenek meg. Így a demokraták és Joe Biden számára kellemetlen hír sokkal kevesebb felhasználónál jelent csak meg. Mi úgy voltunk vele, hogy ha az FBI, amit én még mindig legitim intézménynek tekintek ebben az országban, megkeres minket, és azt mondják, hogy résen kell lennünk, akkor én ezt komolyan veszem, magyarázkodott az interjúban a Facebook alapítója. A Hunter Biden körüli botrány még tavaly kezdődött, a New York Post ugyanis októberben hozta nyilvánosságra, hogy az akkor még elnök jelölt Joe Biden fiának elhagyott laptopján kompromitáló levelezés nyomait találták, egyebek mellett az ukrajnai üzleti kapcsolataira vonatkozóan. Nemrég az Index írta meg, hogy a New York Post rátalált egy ukrán-kínai gabona export szándéknyilatkozatra is. A dokumentum 2018. júliusából származik és be is mutatták. Ez alapján az ukrán energetikai cég a kifejezte szándékát, hogy gabonát exportáljon Ukrajnából Kínába a kínai-ukrajnai Sejemút projekt részeként. A dokumentumot aláírta Hunter Biden is, aki akkor a burizma igazgató tanácsának volt a tagja. Az origó nemrég megjegyezte, az nem derült ki, hogy végül létrejötte az ukrán-kínai üzlet, de érdekes, hogy az amerikai kormány azzal vádolta Kínát, hogy felhalmozza a gabona készleteit, miközben az orosz-ukrán háború miatt a világot élelmiszerválság fenyegeti. Joe Biden fia ellen egyébként jelenleg adócsalás gyanúja miatt folyik nyomozás.